világbajnoki címmel, illetve hatodik helyel, EB ezüsttel és bronzzal, olimpiai ötödik helyezéssel zárul a férfi vízilabda szövetségi kapitány 4 éves ciklusa. Benedek Tibor úgy döntött, szerződése lejártával nem pályázza meg újra a posztot a folytatásért, inkább a szövetség elnökségébe tart majd a tisztújításon, és sportvezető lesz. Kemény Dénes elnökkel beszélgetünk a döntésről. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Dénes, mikor és hogyan közölte veled a kapitány a végleges döntését? Ő a VLV-nek azt nyilatkozta tegnap, hogy már a kezdetnél úgy voltam vele, hogy szeretném ezt a 4 évet nagyon jól csinálni, és nem volt olyan vágyam, álmom, hogy mint Dénes 16 éven keresztül irányítsam a válogatottat. Hát ez az ő véleménye, ő döntése. Nem volt könnyű egyébként 16 évig irányítani a válogatottat, ugye ebből a szempontból csak helyeselni tudom a választását, de gondolom, hogy azért az egy vagy két olimpiai ciklus az mégsem egyenlő a 4-jel. Az, hogy azt kérdezted, hogy mikor hétfőn találkoztunk, és akkor mondta el, hogy ez a végleges döntése, arról én már úgy hallottam őtőle is, mástól is, hogy tárgyal egyesülettel, végül is így döntött, és én... Tehát az UVS-éről beszélünk, ahol gyakorlatilag a szakmai munkát fogja irányítani. Sportigazgató lesz. Elfogadtam a döntését, mert azt nem szabad ráerőltetni senkire, hogyha valamit nem akar csinálni, és én azt láttam rajta, hogy most ő még abban a lelki állapotban van, ami most nem lenne jó neki, mert én ilyet nem csináltam soha. Tehát én voltam 16 évig, nekem nem volt olyan helyzetem, hogy egy csalódás egy olimpián, és akkor utána neki tudjak fogni 4 évnek. Mert egy világversenyen csalódsz, egy év múlva van a következő esélyed arra, hogy javítsál. Egy olimpián csalódsz, akkor a következő olimpiára vágyol, de az nagyon-nagyon messze van, és a csalódás az nagyon erős olyankor. Tehát amikor én ezt átéreztem, akkor én ugyanúgy döntöttem, mint a Tibor most. Uh-huh. Amikor én a következő 4 éves ciklusról döntöttem, hogy igen, azok mindig aranyat követően voltak, az ez csak könnyebb. Na most mennyiben volt ez közös döntés, mert azért azt nem rejtette véka alá, hogy Rio óta ti többször beszélgettetek meg, értelmeztétek meg, feldolgoztátok az ott történteket, meg egyáltalán 4 év tapasztalatait, úgyis, mint csapatépítés. Mennyiben marasztaltad? Például Gerendás mester, akit az utolsó időszakra ugye maga mellé hívott a kispadra, ő azt mondta, hogy nem ért egyet ezzel a döntéssel. Hát ő nem volt ebben a helyzetben. Én meg igen. És én úgy nem marasztaltam, ahogy a Gyuri, én is olvastam azt, amit ő nyilatkozott, nem beszéltünk. Egyébként meg beszéltem a Gyurival is külön. Én nem marasztaltam, én azt mondtam, hogy azt csinálja, amit leginkább szeretne. És mondom, az, hogy neki ez most egy nehéz időszak, azt mondom, belülről átéltem, tehát abszolút meg tudom érteni. És mindenkinek azt kell csinálni, ami az elnök kedve van. És most azt gondolom, hogy Tibor mindenképpen valami mást akar csinálni. Az, hogy most a vízilabdában ezt csinálja, vagy egyébként valami más csinál más területen, ez az a fontos, hogy amit csinálsz, azt passzióval csináld, azt lelkesen, ne pedig tüskékkel, vagy egyéb lelki problémákkal. Igazából, okay, ez csak teljes szenvedélye van értelme. Hát, ez a szövetségkapitány az a legmagasabb szintje a vízilabda edzősködésnek. Itt azt kell látni, hogy a Tibor nagyon-nagyon jól dolgozott. Tehát én szakmailag tudtam mindig, hogy alapos, tudtam mindig, hogy óriási az akarata, tudtam mindig, hogy a vízilabdát nagyon érti. Nagyon-nagyon komolyan analizált állandóan kereste a tökéleteset. Na most képzeld el, hogy ezt csinált 4 éven keresztül, és 2 évig az eredményjelző tábla visszaigazolja azt, amit csináltál, és állandóan erőt, lendületet ad a következőhöz. És a második 2 évben ez már nem így volt. Hát az borzasztó frusztráló lehet, hogy ugyanolyan lelkesedése, ugyanolyan alázattal, ugyanolyan szeretettel, ugyanolyan szakmai figyelemmel teszem a dolgom, mint akkor, amikor arany vagy ezüstérmeket nyertünk, és most pedig rossz eredmények jönnek. Ezt ebből most, hogy tudott volna erőt meríteni, ezt nem tudom, de úgy nem lehet, hogy most mi azt szeretnénk, elnökség azt szeretné, Tibikém nagyon jól csinálta, tényleg nagyon jól csinálta. De hogyha pont az hiányzik, az a plusz passzi, az állandó bizonytalanságot szülhet az emberben, hogy tavaly is nagyon jól csináltam, és mégse sikerült, most idén nagyon jól csinálom, sikerülni fog-e.
Na most, ha azt mondod, hogy nagyon jól csinálta, és szakmailag nem lehet az ő felkészültségében és hozzáállásában kivetni valót találni, akkor azt is mondjuk ezáltal, hogy jelen pillanatban ez a helyzet, van egy átalakuló állományunk, van egy válogatottunk, van egy keretünk, van néhány fiatal, ugye a Tibor, és erről most hosszan beszélt ebben a bizonyos interjúban, hogy hogyan próbálta beépíteni a fiatalokat, hogy biztosan voltak hibásabb személyi döntései, főként a vége felé meg konfliktusai. Szóval, hogy ez a csapat most ennyire volt képes? Tudjuk, nagyon kevésen múlt, tudjuk, hogy miről van szó. Nem ezt mondanám. Inkább azt mondanám, hogy nem csak ebből áll az eredmény elérése. Csomó olyan dologból is áll, mindazon kívül, amiről eddig beszéltünk, azon kívül olyan apróságokból áll az eredmény elérése, ami az első két évben velünk volt, a második két évben meg kevésbé. Akkor, amikor nyerünk, akkor ugyanazokat a nüanszokat, amik a mi oldalunkon vannak, nem érzékeljük, természetesnek gondoljuk. Akkor, amikor nem sikerül, akkor megtaláljuk azokat a nüanszokat, amiken elment, vagy amiken meg lehetett volna, és erre sokkal nehezebb a magyarázatokat megtalálni. Ez egyszerűen mondhatnánk úgy, hogy jó paszban vagyunk, vagy nem, vagy vannak, ezt mondják labdarúgó edzőkről is, hogy nem szerencsés típusú edző. És akkor szépen úgy rásütik, és ő meg is felel ennek, és hozza a szerencsétlen eredményeket, ahol jól dolgozik, minden rendben van, de mégis valami hiányzik. Úgyhogy ezt nem tudod pontosan elmondani, de az biztos, hogy ezen az olimpián a játékos állomány alapján is szerepelhetünk volna jobban. Tehát az összes, amit elmondtam, a Tibor munkája ott látszott igazából az olimpián, különösen a csoportmeccseken, vagy később az 5-8 között, hogy azokban a játékfázisokban, ahol el kell pontosan magyarázni, kinek mi a dolga, azt be kell gyakorolni, és a többi, nagyon látszott a tudatosság, nagyon látszott a keze. De mégiscsak volt egy olyan idézőjebb apróság, mert végül is az volt a döntő, egy olyan meccs, ahol két negyedre később szálltunk be a vízbe. Kicsit ott maradtunk az öltözőben, és az untig elég volt arra, hogy amikor már úgy játszottunk, ahogy tudunk, akkor megvertük őket, a meccs második felében, csak az első felében kikaptunk, és így nem jutottunk tovább. Igen. Így van, tehát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki nyerjen, a világon mindennek stimmelnie kell. Így volt ez az első évben Barcelonában, minden stimmelt, fantasztikusan védett a kapus, gyönyörű akciók, góllal végződtek, nem pedig csettintettünk, hogy hú, az bemehetett volna a kapufa éléről kipattant, stb. Tehát most pedig ilyen apróságok hiányoztak. Egy kicsit olyan ez az egész edzősködés, hogy nagyon-nagyon sok mindent föl tudsz építeni, az mind a te feladatod. Majd jönnek azok a dolgok, amire szintén van energiád odafigyelni, azok az apróságok, de soha nem tudhatod, hogy mikor, hol ér valami olyan negatív impulzus, ami az egészet elrontja. Okay. Értem, mint a hajós, néha a szelet nem tudod befolyásolni. Hát valami ilyesmi. Vagy nem tudom, de másképp fogalmazni, szóval egy elég ebből, hogy ne legyen alany, mert ugyanerről beszélünk, ha ez is lenne. Ez a magyar póló. Igen, teljesen mindegy, mi az eredmény, ha van egy vereség és nem arany a végeredmény, akkor arról a meccsről beszélünk. Jó, hát azért te vagy a felelős többek között. Persze, ez egy még korábbi tradíció. Gerendás György, Vince Balázs, Gyöngyösi András, Kovács István. Hány alkalmas kapitány nevet mondtam? Jó kérdés, nem fogsz behúzni a csőbe. Akkor így fogalmazok, van Magyarországon sok jó edző, és soha nem tudhatjuk, hogy kiből lesz alkalmas kapitány. Ez egy nagyon nehéz döntés, és nagyon sok szerencse kell hozzá, hogy olyat válasszunk azok közül, akik alkalmasak, aki mindazt, amit a Tibor jól csinált, ugyanolyan jól fogja csinálni, és esetleg több szerencséje lesz kritikus pillanatban, különösen egy olimpiai ciklus második felébe, ami azért mindig fontosabb szokott lenni, mint az első fele. Én mindig törekedtem arra még kapitányként, hogy már az olimpiát megelőző évben mutassuk a világnak, hogy mi vagyunk az olimpia várományosai. Tehát már tehát akkor már őt kell mutatni. Már egy évvel az olimpia előtt nagyon fontos, hogy szerepelsz, mindenképpen érmet, valóban aranyat kell nyerni, be kell rakjuk a lábunkat az ajtó félfához, hogy lássák, hogy mi vagyunk az olimpián az esélyesek. Az utolsó ciklusban nem sikerült, az előző háromban igen, de ehhez mondom, olyan apróságok is kellenek, ami bízunk benne, szerencsés lesz a döntésünk, és azt, akit választunk, annak összejön.
Belefér a magyar vízilabda tradíciójába, és hát természetesen az egójába, az egészséges egójába, hogy egy külföldi edző kerüljön a válogatott kispadjára? Ez nem egó kérdés. Ha nincs más megoldás, akkor azt kellene csinálni. Nekünk a legjobb megoldást kell, mert a magyar szurkolók győzni akarják látni a csapatot, csúnyán mondjam. Tehát azt gondolom, hogy ha magyart fogunk választani, akkor megtaláltuk a szerintünk legjobb magyar megoldást. Ha nem találunk magyar jó megoldást egyáltalán, akkor marad az, de kedvetlen lennék, hogy így mondjam. És nem azért, mert ez nem ego kérdés, hanem azért, mert tényleg azt gondolom, hogy van jó sok olyan edző, aki annyira felkészült, hogy lehet belőle jó kapitány, szerencsés kapitány, most ahogy talán Vitorlát mondtad, ugye, igen, jó széllel, szerencsés széllel. A Tibor is maximálisan az volt akkor, amikor döntöttünk, és egy darabig tartott, aztán kifújta a szerencséje. A külföldinél már csak egyetlen egy nevet azért meg akarom, mert ugye ott van a nagy riválisod, egyben barátod, ugye a négyszeres olimpiai bajnok horvát mester, a 68 éves Ratko Rudic. És hát ugye azt mondjuk, hogy szerbek, hiába belgrádi születésű, mégiscsak horvát. Szerinted létező opció lehet ő is? Nem beszéltem vele Rio óta, tehát ott találkoztunk, tényleg nagyon jóban vagyunk, és én nem tőle, mert ez nem került szóba, de úgy tudom, hogy ő elkötelezte már magát, már Rio előtt a következő 4 évre. És hogyha ez így van, akkor nem kérdés. Egyébként az, hogy nagy tudású, az egy dolog, de én azt érzem, hogy ezekhez a játékosokhoz azért mindenképpen úgy gondolom, hogy olyan edző kellene, aki ebben a közegben élt, játékosként, tehát ismerősként. A délszláv edzősködési gondolkodásmód is azon belül különösen a Ratkóé, az eléggé ilyen tábornok és katonák. Tehát az egy az egyben nem lehet átvenni, én egyáltalán nem. Én úgy voltam vele állandó harcban, szerencsére sokkal többször mi győztünk, hogy én abszolút nem az ő gondolkodásmódját követtem, mert ezt a magyar játékosokat nem tudod megcsinálni, hogy katonák és kuss és kész, de ők valahogy így gondolkoznak erről. Én azt gondolom, hogy ez a fajta gondolkodásmód ezeket a zseniket, akik nálunk játszanak, ezeket nem tudná egy irányba terelni. Ugye pályázat lesz, így a végén még ha kérdezem meg, lesz persze egy tisztújítás azért nálatok a szövetségbe, és nyilván azt megvárjátok. Mikor lesz ebből kapitány? Hát, hogyha ugye lezárul holnap a tisztújítás, lesz egy új elnökség, most direkt a ragozásra figyelek, az új elnökségnek, az új elnöknek az lesz a dolga, hogy ezt a kérdést hamar rendezze. Azért, mert nagyon közel van a budapesti világbajnokság. És hát jó szerencsét kívánok nekik ez a döntéshez. Igen, legyen így ez a vége. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.